Dráva mentén népdalcsokorral érkezett a Harka Dalkör a tavasz köszöntő fesztiválra Terehegyre. A Harka Dalkör 2000. február 16-án alakult, akkor még Harkányi Kultúra és Művészeti Körként. És ennek a része volt a Magyar Nótakör, a Harka Dalkör, Népdalkör. Úgyhogy a mai időszakra a sok rotáció folytán maradt a Harka Dalkör legújabb változata. Vagyunk 10, van 3 támogatónk, helyi szervezésű, többnyire idősebbekből, tehát nyugdíjas korúakból áll a kör, és nagyon szeretjük a helyi kulturális értékeket, szint hagyományőrző jelleggel próbálunk ennek a feladatnak eleget tenni, megőrizni és közkincsé tenni. Általában helyben lépünk föl, felkérésre falunapokon lépünk föl, nagyon szeretjük a magyar nótát, a népdalt, a dalos színjátékot, és hát testvérvárosi kapcsolatunk kihasználva, amikor hívnak bennünket, és anyagi helyzet lehetővé tesz, és szívesen képviseljük városunkat az ország bármely részén. Helyi kezdeményezésből indult el Harkány szezonnyitó fesztiválja. 8 évvel ezelőtt részben az önkormányzat segítségével felújítottuk a hátunk mögött látható játszóteret, apró munkálatokat végeztünk, illetve körbe kerítettük a játszóteret biztonsági okokból. És akkor én feldobtam egy ilyen ötletet, hogy tartsunk egy kis átadó ünnepséget, hívunk egy-két kézművest, hívunk egy-két fellépőt, próbáljuk a minél alacsonyabb költségen tartani ezt az egész rendezvényt, és annyira sikerült az első alkalom, hogy igazából 40, akkor volt 49 kitelepülünk, és közel 200 főre főztünk, ugyanis ez úgy nézett, hogy a fellépőknek azóta sem adunk, és akkor sem adtunk fellépti díjat. Cserébe nem kérünk kitelepülési díjat a vásárosoktól, a kézművesektől. Akkor első évben 200 főre tudtunk főzni. Akkor mondta a polgármester úr, amikor megnyitottuk a rendezvényt, sétáltunk lefelé a lépcsőn, hogy ugye azt tudod, hogy ezt jövőre is meg kell rendezni. Úgyhogy azóta folyamatosan fejlődtünk, sajnos a Covid az közbeszólt, két rendezvényünk kimaradt, két évbe kimaradt. Kicsit megcsappant a kézműveseknek a létszáma, de úgy látom, hogy aki jött a régiek közül is, illetve újak is jelenleg is vannak, új kitelepülők, azok örülnek neki, hogy itt vannak, végre elindult valami, és úgy látom, hogy jó a hangulat is. És hogyha többet nem fog Covid bármi közbe szólni, akkor folytatjuk ezt a rendezvénysorozatot minden évben. Terehegy önálló település volt valamikor, sőt, korábban említik, mint Harkályt, mondja Gitta Gábor. Terehegy tudomásom szerint régebbi település, mint Harkány, tehát előbb szerepelt a történelemben, mint Harkány. Harkány ugye akkor kezdett el fejlődni, amikor a gyógyvíz feltört, illetve felfedezték a gyógyvíznek a jó hatását. Terehegyet már említik, ha jól emlékszem, az 1200-as években is, mint Teremhegy. A Bika családnak volt a területe, ők éltek itt. És egészen 1977-ig volt különálló település, akkor lett hozzá csatolva Harkányhoz. A nagyobb lakosság létszám miatt, hogy külön tanácsok tudjon alapítani a Harkány, akkor még nagy község volt, Harkány nagy község, akkor lett nagy község 77-ben, kérdő, addig kis község volt, tehát akkor lett belőle nagy község, és így lett külön tanács Harkányban. Én egy évvel később születtem, viszont én a nagyszüleimtől és a szüleimtől is mindig is azt hallottam, hogy ez Terehegy, és ez nekem Terehegy marad mindig is, és én úgy gondolom, hogy akik itt élnek, ezek mind tudják, hogy ők terehegyiek, nem feltétlenül harkányok, de csak a lakcímkártyájuk. A helyi kezdeményezésű programhoz kapcsolódott a Harkányi Önkormányzat kulturális intézménye.
amikor én 2016-ban ide érkeztem dolgozni, akkor a kezdeményezés mellé álltam, ugyanis az önkormányzat és a művelődési ház rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával ahhoz, hogy ezt a rendezvényt bonyodalmak nélkül és magasabb színvonalon lehessen megrendezni az itt élők számára. Igazából nem csak az itt élők számára, mert Harkányból mindenhonnan szoktak érkezni erre a rendezvényre. Tulajdonképpen ez a Gábor naphoz legközelebb eső hétvégén kerül mindig megvalósításra, és ezzel nyitjuk meg a tavaszi harkányi rendezvényszezont hagyományosan. Sajnos az elmúlt két évben a pandémia szétverte ezt a rendezvényt, most próbálunk újra életet lehelni benne. Kifejezett célunk az, hogy a helyi közösségeinket újraépítsük, mert a pandémia sajnos az ő működésüket is ellehetetlenítette, illetve negatívan befolyásolta. A tavasz köszöntő fesztiválon helyi együttesek adtak műsort. A népzene és a tánc mellett más műfajok is teret kaptak a színpadon.